Bronz minősítést szereztek a második Népek Tánca, Népek Zenéje című országos versenyen a megváltozott munkaképességűek és nyugdíjasok Makói Közhasznú Egyesületének tagjai. Mivel máskor is szoktak maguk között különböző játékokat, darabokat előadni, a klubtagok úgy gondolták, hogy neveznek a versenyre. Második Népek Tánca, Népek Zenéje országos vetélkedőre neveztünk be, ez egy kész véletlen volt, hogy erre rátaláltam, és voltak személyek, akik biztattak, hogy vegyünk részt rajta. Hát itt helyben már léptünk föl több helyen, illetve klubfoglalkozásokon, de zsűri előtt még soha. És hát ez országos rendezvény, az ország minden részéből jönnek, népi tánccal, egyéb színpadi produkcióval, kórus, népdalkör, különböző zeneszámok, és szeptember 27-én voltunk az elődöntőn Algyön, majd október 27-én szintén, és hát tovább jutottunk a döntőbe, és a döntő most volt 7-én, pénteken este szintén Algyön a faluházba. Itt a, mivel december van, a betlehemezést adták elő, ez egy aktuális téma, és ezzel bronzfokozatot értünk el. Hát ez egy nagyon nagy lépés, hogy egy olyan országos vetélkedőn, ahol hát igen komoly és tapasztalt, rutinos szereplők, fellépők voltak, mi ehhez még egy kicsit újdonság, tehát nekünk még újdonság volt zsűri előtt föllépni, de hát szokjuk. A betlehemes kellékeket nem volt egyszerű beszerezni, végül közösen rakták össze a jelmezeket. Itt elég sok embert mozgattam meg, mert Bekecstől kezdve Subáig, Csikósing, Bőgatya, Bőing, ezeket mind be kellett szerezni. Hát egy darabig, tehát egy-két szerephöz úgy csináltuk, hogy kölcsön kértük egy ismerőstől, és aztán megvettük a ruhaanyagot, és én szépen nekiültem, és kiszabtam, megvartam, nincs varó iskolám, de ügyes a kezem, és heteken keresztül dolgoztam rajta, úgyhogy minden jelmezt megcsináltam hozzá. Az előadott játékot az egyik klubtag gyűjtötte be, hagyományos makói betlehemest adtak elő. Hosszas utána járás, és ha van rá lehetőség, akkor szeretném megköszönni azoknak, aki ehhez hozzájárultak, segítettek, hogy szöveget meg tudjuk szerezni, ruhákat meg tudjuk szerezni. Sok utána járás, de hál' Istennek sikerült. Valamikor kis sráckorunkban jártuk ezzel a várost, ezzel a betlehemes játékkal, és abból maradt meg ez az ötlet, hogy meg kéne próbálni újból feleleveníteni ezt a kis népi hagyományt. És sikerült, barátok, ismerősök, összejöttünk és eljutottunk idáig. Egy ilyen kis társaságnak egy öröm, hogy zsűri elismeri a befektetett munkát. A menyuke tagjai a bronzminősítésről oklevelet kaptak, és egy 20 000 forintos utazási kupont nyertek, amit egy következő versenyre használnak majd fel.